Szevasztok, én Gigazétél vagyok, ez itt a FIFA 16 demója, Amerika-Németország női válogatott meccs. Ez is egy újdonság, hogy női válogatott csapatok vannak a játékban. Szám szerint 12, a demóban csak ez a kettő elérhető. Egyébként ingyen kipróbálhatjátok Originen a demót, nem kell semmit fizetni, nem kell játéknak se lenni a profilotokon. És meg is indulok, legelső támadásom. És ott is a gól. Egy szép kapufás gól, Leroux berúgta. Mondok pár nagy nevet. Alex Morgan. Hope Solo-t remélem azért sokan ismeritek, mert elég régóta van a kapuba. 34 éves. És elég sokszor mutogattak róla ilyen félmeztelen képeket. Úgyhogy már ebből is ismerős lehet nektek, azt hiszem Playboyba is volt, nem akarok hülyeséget mondani. Na de indítsák is meg. Német válogatottban van egy magyar tehetség, Marozsán Jennifer, azt hiszem Jenniferja, aki magyar származású, és közben német állampolgár is. Most pont nála van a labda. A játékmenet egyébként egy felújított FIFA 15, szóval nagyjából ugyanazt kapjátok, csak kevesebb a bug. És egyedül azt nem értem, hogy az ellenfél folyamatosan birtokolja a labdát, pedig csak nehéz fokozaton van a játék. Azonban ez passzív birtoklás, ugyanis helyzetekig nem jutnak el. Itt láthatjátok, most is csak ott hátul labdázgatnak. Egy kicsit idegesítő, és el is passzolja. Alex Morgannél a labda. Csel. Még egy csel. Ez az. Ez gól lesz. 2-0. Így kell ezt. Pár ide-oda húzogatós. A pöcsön aztán meg is van a végeredmény. Hát ez egyszerű volt. Kapus meg tök későn csúszott be. Itt van arcilag. Elég jól modellezett arcokkal van dolgunk, bár azért nem a legtöbb játékos arcáról beszélek, ugyanis szerintem itt is jobban a klasszisabb játékosoknak az arcát modellezték le. Mind ahogy majd látni fogjátok, egy-egy gólnál olyan ronda arca van egy-két csajnak, hogy legszívesebben elbújnál, vagy horrorjátékban látnál olyan arcot. Na megindulok! Na végén még egy gólgazdag meccsre számíthattok. Ugye a mostani játéknak az a monológia, hogy play beautiful, avagy játsz gyönyörűen, egyre hülyébb ilyen neveket, vagyis szlogeneket találnak ki. Ez a marketing sose volt az erőssége a FIFA-nak. Ugyanis A trailerek se olyan hú de jók. Megindulok szélen. Heat mindjárt letépi a ruháját. És befújja szabálytalanságnak. Ezt jó, be kell adni. Hát ez gyenge volt. Kifejelik. Na majd még egyszer. Ohará! Zaj mikrofont találtam el majdnem. Hát mindegy. Majd legközelebb összejön. Minden helyzet nem lehet gól, nem? Azt lefejetem. Na, Holiday megindul. Morgan. Leroux. Megint. Zitzer. Ez az. 3-0. Hát ez elég egyszerűnek tűnik. Fejpántos. Csajci. Ó, baze. Megindulok. Nézz oda. Üresen. Zitzer. 100%-os kapus. Megint hülye jön ki. Hát ez egyszerű. A lófarka csak úgy vergődik. Nem kell ide se pszichix, meg se semmi. Így is normálisan mozognak a hajak. Magyarán jó a fizikája a játéknak. Haj fizikája, persze. Ó, bazzeg! Kiütöttem a gecibe. Na megindul. Á, szöglet. Eljutottak szögletig. Olyan vigyorog az a szöszi. Add be! Ó, de gyenge szöglet volt.
Nagyon támadni akarnak most. Itt tartják a 16-os vonalánál a labdát. Az hogy adta oda? Bazd meg, mekkora lesi puskás gól volt, de komolyan. Ez csak a szerencsének köszönhető. Nézzétek meg, hogy átvitte azt a labdát. Átemelte maga fölött. Úgy van, rúg meg. Jaj, de ronda vagy. Csukd be a szememet. Ne. Megvakultam. Az gyönyörű volt. Be is kaphatja. 3-1. Nem gondoltam volna, 4 gólos lesz az első félidő. Főleg, hogy azért itt nőknél a játékmenet nem olyan egyszerű, mint a férfiaknál. Sokkal másabb az irányítás. Na jó van, fújj már le, Spori. Elég volt az első félidőből. Még támadni is akarnak. Indulj meg a szélen, úgy van. Rúgjatok gólt. Na végre lefújta. Itt is van a statisztika. Meg kicsit jobban nyomunk. És jobb is a helyzet kihasználásunk, mint ahogy láthatjátok. Labda birtoklás, ne nézzétek, mert egyszerűen olyan hülyén tartják a labdát, hogy az nehéz elvenni. Na már itt az elején megpróbálják a lehetetlent. Nem olyan biztos ez a 2 gólos előny még. Labda birtoklás 63-37%. Azért online-ba is nehéz ilyet összehozni. És megindulok, kontra. Hát ez hosszú labda volt. Most lehet megpróbálok a kontrákra játszani. Ugyanis legtöbbször nem érnek oda a védők. Nem tudom, hogy lassúak-e vagy... Csak jó ellenszer ez ellen, a csapat ellen. Meg is indulok szélen. Há, elveszik. Ezért megpróbáljuk. Hát nem is nagyon birtokoltam ebbe a fél időbe a labdát. Pedig már az 55. perc van. Most is csak tartogatnak. Fél pályán át se jutnak. Megszereztem a labdát. És meg kéne tartani. Há, eladom. Újabb német támadás. Cselecket. Kiadja szélre. Hát az elaludt. Göslinget le felhozták, és Leupolc lejött. Hú, de jó. Én nem szeretek cserélni. Pedig néha jól jönne. Na majd most alá sikerül ez a... Á, megint elpasszolom. Nem hiszem el, ezek a passzok nem akarnak összejönni. Vagy lehet, hogy a játékos nem akar ott jönni, ahol kéne neki. Nekik meg megy. Nézzétek meg, milyen szépen vezetik azt a labdát. Igaz, nem a kapu fele. De azért szépen tartják. És elvettem megint. Na most megpróbálunk egy kontrát. Ha normálisan üres helyre mennének az emberek. És sikerül. Rapun, vagy mi a neve. Megint elveszik tőlem. Na majd talán beadásból operálok valamit. Ó, be kéne adni. Ez az, beadom szépen. És ott a gól. Alex Morgan befejeli. És a végén benyom ezt striptease-t. Már csak a ruháját kéne levenni. A nézők csak úgy fülük szakadtából ordítanak. Ott van. Gyönyörű volt különben. 4-1. Na hát már 3 góllal vezetek, most már talán megnyerem ezt a mérkőzést. Azaz, elveszem, szép. Ott indulok. Egy csel. És ott az 5., gyönyörű. Így kell játszani, 5-1. Ez szép kijátszás volt, a védőt megint csak átbasztam a palánkon. Na most már 75. perc. Hamarosan vége is lesz ennek a mérkőzésnek. Legközelebb valószínűleg, hogy a demóból csinálok még egy draftot. Ami Ultimate Team-es. Nem is mondom el a játékmechanikát, majd akkor, amikor játszok. Illetve megépítem a csapatot. Még azért nem adták fel, látom, a meccset. Még próbálkoznak.
széle ne próbál menni. De nem is jó helyezkednek, nézzétek meg, itt tök üres az egész hely. El is vettem a labdát. Kár, hogy nem sikerült kontrázni. Azért szép lett volna egy hatodikat is berámolni. Az beadta rendesen. Az kész volt. Az szép lett volna ebből rúggolt, bazd meg. Jött lekezezi. Vagy vál volt? Nem is tudom. Nem néztem meg rendesen. Na kontra. Á, nem érem-e. Az Angerer jobban odaért. Na, helyzet lesz, nem lesz helyzet. Nem is nagyon volt helyzetük szerintem ebbe a fél időbe. Az igen, cseleznek. De már tök fölöslegesen. Az szép volt. Úgy van, húzzátok a saját időtöket. El is vettem. Szép. És megpróbálok még indulni. Szerintem most már lefújja a meccset. Nincs is hosszabbítás. Mégse fújta még le. Azaz, megnyertem. 5-1 lett ez az első meccs. Mondom, legközelebb draft lesz. Hát köszönöm a figyelmet. Szevasztok!